A házasság intézményére és a család fontosságára hívja fel a figyelmet ezen a héten az idén már 9. alkalommal meghirdetett házasság hete. Bár kismértékben, de évek óta nő a házasságkötések száma Magyarországon, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A 100 házasságkötésre jutó válások száma pedig a megyében kedvezőbbek, mint az ország más területein. Több mint 4000-rel nőtt a házasságkötések száma a tavalyi évben 2014 hasonló időszakához képest Magyarországon. A KSH első 11 hónapos adatai szerint ez a szám bár alacsony mértékben, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is emelkedett, ennek köszönhetően meghaladta a 2000-et. Az 1970-es években még több mint 80 000 házasságkötést regisztráltak hazánkban, az ezredforduló után ez a szám csökkenni kezdett, majd 2010-ben érte el a mélypontot, amikor összesen 35 500 regisztráltak. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderül, tavaly már kedvezőbb volt a tendencia. Igaz, hogy még csak az első 11 hónapra vannak meg az adatok, de ekkor már 43 000 házasságkötést regisztráltunk, ez közel 20%-os növekedés. Kedvező változás az is, hogy a házasságkötésekkel egyidejűleg csökken a válásoknak a száma is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is igazából a 2010-es évek eleje jelentette a mélypontot. 1800 alattira csökkent a megyében a házasságkötéseknek a száma. Azóta azonban itt is egy folyamatos javulást lehet kimutatni. 19 000 élettársi kapcsolatot regisztrált a megyében a népszámlálás, mintegy 107 000 házasságon alapuló pár kapcsolat mellett. Ez azonban a korábbiaknál jóval nagyobb és növekvő szám. Ugye összességében is csökken a párkapcsolat, amiatt, hogy a házasságon alapuló kapcsolatok száma erodálódott, de egy 2011-ig tartó állapotról beszélünk, és ugye azután kezdődtek a változások. És ugye egyre több az egyszülős család is, a válások permanensen folyamatosan magas száma miatt. Köszöntöm a stúdióban Lévai Ágnes Melindát, aki tanácsadó szakpszichológus és családterapeuta. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát azt gondolom, Kopp Mária most örülne ezeknek az adatoknak. Vajon miért ennyire házasságpártiak a pszichológusok, nevezetesen például Kopp Mária? De azt gondolom, hogy Kopp Mária is, és a legtöbb pszichológus amellett teszi le a voksát, hogy ami megmenthető, azt mentsük meg. Azt gondolom, hogy a házasság intézménye az még mindig nem elavult. A történelem során nagyon sok minden változott, a hozzá kapcsolódó mítoszok, elvárások, a szerepkörök, de azt gondolom, hogy még mindig egy olyan stabil intézményrendszer, aminél jobbat nem találtak ki. Miért félnek manapság a fiatalok a házasságkötéstől? Igaz, hogy most már azért azt látjuk, hogy talán fordul ez a tendencia, de abszolút értékben ez a szám még mindig jóval kevesebb, mint volt mondjuk a 70-es vagy 60-as években. A félelmek mögött leggyakrabban az elköteleződéstől való félelem állhat, amit talán nehéz bevallani, de hát egy házasság új szerepeket, új feladatokat mutat meg a fiatalok számára. A férfiak például megtapasztalhatják, hogy milyen családfőként dominánsan működni egy már levált anyukáról, egy származási családról, a nő pedig azt az érzelmi biztonságot kaphatja meg és élheti át, amire genetikailag is kódolva vagyunk. Ugyanakkor azért sokan tapasztaljuk, hogy a fiatalok azt mondják, hogy nem látnak maguk előtt jó mintát. Tehát nagyon kevés az igazán jól működő házasság. Mik a legnagyobb buktatók? Milyen fejlődési folyamaton megy keresztül egy házasság? A házasságot ideális esetben egy párkapcsolati ismerkedési szakasz előzi meg, ami azért egy fél évig, egy évig nem árt, hogyha kitart minden évszakban és minden ünnepeken átesve, megismerve egymás családi szokásait, mert hogy házasságkötéskor nem csak a fiatalt választjuk, hanem vele az ő családját is. Valóban vannak a családi működésnek szakaszai, hát a friss házasok, ugye a friss házasság és a házasulandók életét élve egy új feladatba, szerepkörbe kerülnek, amikor már differenciálódva, úgy mondjuk leválva, ideális esetben persze leválva a származási családról. Vagy ha ez nem történt, akkor ez egy jó alkalom arra, hogy ez most megtörténjen. Igen, itt szokott lenni az első elakadás, ami konfliktust és problémát okozhat. Tehát új szerepkörbe kerülnek a
fiatalok, és élvezik azt az együttes létet, azt az intimitást, amikor a legbensőbb dolgaikat, gondolataikat, érzelmeiket megoszthatják egymással, egy olyan más minőségben, amit addig nem tudtak megtenni függetlenként. Aztán ugye mindenki gyerekvállalásra adja a fejét egy idő után, és ez egy szintén egy újabb szerepkört hoz magával, tehát már átrendeződnek a fiatal párnak a mindennapjai, az élet szituációi, és olyan fajta viszonyrendszert kell kialakítani, amelyben belefér a gyerek a várandóság időszakában is, nagyon meghatározó, hogy milyen a kapcsolatuk, és a szülést követően is nagyon meghatározó. Erre vonatkozóan több pszichológus vizsgálódott már, és a kutatások szinte egybehangzóan azt állapították meg, hogy azok a nők, akik házasságban várják a jövendőbeli gyermeküket, sokkal kevésbé szorongnak a szüléstől és a szülés utáni helyzettől, mint azok, akik függetlenként nagyon élik meg ezt a helyzetet. Így van, visszautalunk itt a biztonságra. És a másik, hogy a gyermek korai fejlődése sokkal inkább zavartalanabb azokban a családokban, ahol a férj és a feleség együttesen nevelik a gyereket, tehát hivatalos dokumentum igazolja, hogy ők egy összetartozó család. Ugyanakkor azért fel kell hívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon kritikus szakasz a házaspár számára, hiszen éppen akkor, amikor a gyermek megjelenik, benne van a kockázata annak, hogy valahogy egymást férfiként és nőként kicsit elveszíthetik. Igen, hát a házasság tulajdonképpen az egy alkotó folyamat kell, hogy legyen egy együttes, közös döntésen alapuló szövetség, és ebben az alkotó folyamatban a közös életük, a kettős, a párkapcsolati identitás kialakítását értjük, és sokszor ez itt elcsúszik, tehát a nő annyira vágyik a gyerekre, hogy igazság szerint megfeledkezik arról, hogy van egy férje is, és nehéz már utána behívni őt ebbe a hármas kapcsolódásba, rendszerbe, de hát ideális esetben azért ez tud nagyon szép is lenni. Valóban felhívó jellegű, hogy hogyan foglalkoznak egymással a párok, hiszen a gyerek felnő, őt is el kell majd engedni. És az ő a következő szakasz. Így van, az ő differenciálódását is segíteni kell, akár azzal, hogy kollégiumba költözik, akár azzal, hogy felsőoktatási intézménybe megy, vagy hát egy végleges döntést hoz a családi háztól való elszakadás miatt, hogy megnősül vagy férhez megy, és amikor ott marad a házaspár, megtapasztalják az üres fészek státuszát, akkor nagyon váratlan helyzetek állhatnak elő, és egymásra néznek, és talán azt is megkérdezik egymástól, hogy ki ez az ember, mert hogy eddig annyira el voltak foglalva a szülői szerepekkel, hogy egymásra nem jutott idejük és energiájuk. Ezt követően persze még nem ér véget az élet, hogy kirepül a gyerek, és további szakasz vár rájuk. Ott már inkább az átformálása a szerepeknek az, ami nagyon meghatározó, inkább nagymamaként hogyan tudnak működni. Az anyaságból a nagymama. Igen, a fontossági szerepek hogyan tudnak megvalósulni. Meg hát integrálni a saját addigi életüket, és hogyha olyan szerencsés a házaspár, hogy hosszú éveken keresztül egymást elkísérik, akkor ott idő után szembe kell nézni a másik fél elvesztésével is. Nagyon sokszor szóba kerültek itt ezek a szerepek. Én azt gondolom, hogy pont az az egyik legnagyobb nehézsége a mai világban a házasságnak és minden párkapcsolatnak, hogy a férfi és a női szerepek nagyon jelentősen megváltoztak. Összemosódnak, és igazából nem mindenki van már azzal tisztában, hogy mi is a nő és a férfi szerepe, illetve nagyon sokféle modell működik. Ezért lenne nagyon fontos, azt gondolom, hogy a házasságkötés előtt, mielőtt az elköteleződés megtörténik, a két fiatal ezt egyeztesse, hogy kinek mi az elképzelése arról, hogy mitől nő egy nő, és mitől férfi egy férfi, és mi a dolga a házasságban, a gyereknevelésben, egyebek. Igen, ezzel nagyon egyet tudok érteni, nagyon jól összefoglalta ennek a lényegét. Arra lenne szükség, hogy egyeztessék azokat a családi mintákat, azokat a hozott mintákat, amelyeket szeretnének átörökíteni majd a saját közös életükbe, illetve megbeszélni azokat, hogy mi az, amit semmiképpen nem szeretnének átörökíteni, és annak mentén egy közös életet kialakítani. Ebben nagyon egyszerű dolgokban kell gondolkodni ennek kapcsán, például arról mesélni, hogy milyen volt a gyerekkoruk, kinek
kinek milyen családi szokásai voltak, hogyan telt egy karácsony, egy születésnap, egy névnap, kinek mit jelent az otthon, a lakás, a környezet, hogyan kívánja a baráti kapcsolatait továbbra is fenntartani, akár a nevelési elvekről, hogy ő milyen gyerek volt, hogyan nevelték és hogyan képzelik el a közös jövőjüket. Ennek formálásával lehet azokat a nehézségeket kiküszöbölni, amik nagyon váratlanul érkeznek a család élete során. Mert hogy krízisek mindig vannak, tehát az életszakaszváltásokkal jönnek azok a krízisek, amik azért történnek meg, mert helyén valóak. Ezek normatív krízisek, tehát a házasság, a gyerekszületés, a gyerek kirepülése a fészekből, a házastárs elvesztése, ezek az már az utóbbi nem normatív, de hogy krízis. De vannak olyan helyzetek, amikor olyan krízist élnek át, ami nem tudnak hirtelen változtatni, és olyan elakadás történik az életükben, amikor segítségre szorulnak. És nem kell szégyelni, hogy segítségre szorulnak. Semmiképpen nem. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.